Több más élelmiszerhez hasonlóan a kenyér és a többi pékáru is drágulhat a közeljövőben. Ennek oka több dologban is keresendő, mások mellett a munkabérek és a liszt ára is emelkedik. A legtöbb sütőipari vállalkozás évek óta veszteséggel működik. Nem túl vonzó szakma a pék a fiatalok körében, így nem csoda, hogy a munkaerő hiány ebben az ágazatban is régóta probléma. Jelenleg körülbelül 20-22 ezeren dolgoznak a sütőiparban, rajtuk kívül nagyjából 3-5 ezer munkavállalóra lenne szükség. És nem csak pék szakmunkásra, hanem például gépkocsi vezetőkre és árukiadókra is. A probléma ellen a Magyar Pék Szövetség is próbál tenni. Mi javaslatokat tettünk arra vonatkozóan, hogy az Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Minisztérium felé, hogy véleményünk szerint hogy kéne az oktatást alakítani ahhoz, hogy legyenek pékek. De az a nagy problémánk, hogy ugye nem nagyon szeretik ezt az ágazatot a fiatalok. Éjszakás munka van, hétvégi munka van, ugye a magyar ember szereti a friss terméket, friss kenyeret, ezért éjszaka is kell dolgozni, hétvégén is kell dolgozni. A Pék Szövetség elnöke hozzátette, egységes áremelkedéstől nem lehet beszélni. Minden érintett saját maga határozza meg, hogy mikortól és mennyivel kér többet a termékeiért. Egy biztos, jobban ki kell nyitnunk a pénztárcánkat a pékségekben. Köszöntöm a stúdióban a Magyar Pék Szövetség alelnökét, Lakatos Tibort. Jó estét kívánok! Jó estét! Nem ez az első olyan beszélgetésünk, ami ezekről a negatív folyamatokról számol be. Hol tartunk most, és mik azok a tényezők, amik miatt megint vészharangot kongatunk? Hát, hogy hol tartunk most? Ugye elhangzott az elnök úr részéről is, az utolsó élelmiszeripari termékek közé tartozik a sütőipari termékek áremelése. Húztuk, halasztottuk, ameddig lehetett a költségnövekedéseket megfogni, de azt gondolom, hogy a mostani jelentkező napokban jelentkező költségnövekedéseket már nem lehet tovább hárítani. Ugye a többi ágazathoz képest a sütőipar jóval munkaigényesebb, és ez a munkaerő, aki dolgozik, ezt döntően délután és inkább éjszaka, legtöbbször minden hétvégén is dolgozik. Ami azt jelenti, hogy a minimálbérel emelés a 8%, a mi esetünkben nem 8%, hiszen erre rárakódott a éjszakai pótlik, rárakódik a hétvégi pótlika, ami jelentősen megnöveli a költségeket, és ezekre rakódnak még a járulékok, tehát hatványozottan jelentkezik nálunk a költségnövekedés, arról nem is beszélve, hogy hiány szakma is most már a sütőipari szakmunkás, hiszen a környező multivállalatok elszívják azokat a fiatalokat, akik ugye kellene, hogy éjszaka is dolgozzanak hétvégén is, és emiatt nem is vonzó ez a szakma. Akkor egyik oldalról, ha nézzük, drága a munkabér, másik oldalról, ha nézzük, olcsó a munkabér, tehát igen. Inkább máshol keresnek. Keresnek, ahol ugye nem kell éjszakázni, nagyon fontos a fiatalok, ugye hétvégén abszolút nem szeretnek dolgozni, de hétvégén, hétközben és éjszaka munkára nem lehet találni szakembert, ugye. De a munkabéren kívül jelentős költségnövekedések voltak, hiszen malmosokba jelentették január elején, hogy egy jelentős lisztelmezés növekedés fog következni. Ugye a magas élőmunka mellett jelentős energiafelhasználó sütőipar, hiszen döntően éjszaka dolgozunk, vagy 24 órán keresztül, és ha megvizsgáljuk a energiaköltség növekedést, a legtöbb növekedés a villamos és a gázenergiában nőtt meg. A gáz főhasználás, a gázár növekedése egy év alatt 50%-ot növekedett, a villamosenergia is 30-40%-ot, és enélkül viszont nem tudunk kenyeret sütni, tehát itt egyszerűen nem lehet spórolni, hiszen a kenyeret meg kell sütni, a pékárokat meg kell sütni, tehát nem tudunk spórolni az energiával sem. Nem, hogy spórolni nem tudnak, hanem valószínűleg a gépesítést is fejleszteni kell, hogyha a munkaerőt nem tudják pótolni, akkor igen. Csak ez a megoldás, a robottechnika. Tegnap érkeztem vissza Németországba, és ott látszik, hogy ott is probléma a munkaerő, és igazából a megoldása a gépesítés, illetve a technika átszervezése. Tehát a Magyar Pék Szövetség is élen jár abba, hogy ezt az úgynevezett készleti keresztős technológiát elsajátítsa, illetve elterjessze a vállalkozásoknál, amely valamelyest könnyíti az éjszakai munkát, hiszen ennek a technológia segítségével
az éjszakai munka döntően kiváltható, nappal elkészítjük a termékeket, és éjszaka sütjük ki, ahová már jóval kevesebb szükséges. Ehhez viszont forrás szükséges a sütőiparnak a nyereségéből, vagy jelentős veszteségéből, sajnos ez nem valósítható meg. Ehhez mindenképpen valamilyen pályázati forrás szükséges, hogy fejleszteni tudjon a sütőipar. Hol fog megállni a kenyérára, vagy mire számíthatunk, és egyáltalán most abszolút értékben nézve drága, vagy nem drága a kenyér? Nyilván ez is viszonyítás kérdése, mint ahogy a munkabér is. Én mindig el szoktam mondani, ha megnézzük egy kenyérára, körülbelül most egy gombócfagylat, és ha igazából megnézzük az árérték arányát és az energiát, akkor azt hiszem elmondható, hogy nagyon-nagyon olcsó a kenyérnek az ára. Azt hiszem a megoldás lenne az a sütőipari termékeknek az áfak csökkentése, hiszen nagyon sok alapvető élelmiszernek az áfaja csökkent, kivéve a sütőipari termékeknek az ára, úgyhogy ebbe is élen jár a magyar sütőipari vállalkozásoknak az érdekképviselő szervet, Pékszövetség napokban kezdeményeztük a Agrárkamara és a élelmiszerfeldolgozóknak a közreműködésével egy kezdeményezést az áfa csökkentésre, ami azt hiszem, a kérdésére válaszolva, ez lenne egy igazán jó megoldás, hogyha ez az áfa csökkentés bekövetkezne. És ez az áfa csökkentés a fogyasztók zsebét kímélni, vagy pedig a vállalkozások veszteségét tudná csökkenteni? Én azt gondolom, hogy mind a kettő, hiszen fejleszteni mindenképp szükséges, de azt gondolom, hogy ezáltal a vásárlóknak is a választási lehetőség bővülni fog. Ami nagyon fontos lenne, amit most szintén Németországban tapasztaltam, hogy szükség lenne elmenni az egészséges táplálkozás irányába. Azt gondolom, hogy ez lenne egy olyan cél sütőiparnak, hogy a magvas termékeket, gluténmentes termékeket tudjunk előállítani, ehhez viszont fejlesztésre van szükség. Nagyon fontos a lakosságnak a ellátásának a változása, hiszen ahogy fejlődik az ember gondolkodás, fejlődnek az emberek, újabb termékekre van igény, és ezt nekünk is, mint sütőiparnak követni kell. Illetve hát párhuzamosan, hiszen tömegétkeztetésről is szó van, egy nagyon széles réteg, aki egyszerűen nem engedheti meg magának, hiszen sajnos az egészségesebb termékek itt Magyarországon legalábbis drágábbak. Igen, viszont ott is lehet szemléletváltozás, nem biztos, hogy meg kell venni egy kilós kenyert előre, én azt gondolom, abban is lehetne fél kilós, mint ahogy nyugati világban is látszik, tehát ott nem is létezik kilós kenyer, tehát 20 dekás fél kilós kenyerek vannak, és nyilván ezzel is lehetne spórolni, illetve elmenni a spórolás irányába. Látszik ilyen tendencia Magyarországon? Tehát látják már a pék áruval foglalkozók? Igen, mindenképpen érződik ez a hatás. Jó magából kiindulva lassan már nem is nagyon gyártunk. Próbáljuk a boltba rászoktatni az embereket, hogy ne vegyék meg a kilós kenyeret, csinálunk fél kilósak, és kezdenek elterjedni ezeknek a terméknek a gyártásának a volumene. Ehhez nyilván energia kell nekünk, hogy megértessük a vevőkkel, de azt hiszem, hogy ennek lesz eredménye. Mennyire szűkültek a vállalkozások ebben az iparágban, vagy hogyan változott? Jelentős mértékben zártak a pékségek, ezt sajnos el kell mondanunk, hiszen a megyében és az elmúlt években 8-10 vállalkozás zárt be, de ez a tendencia egyébként Nyugat-Európában is. Tehát aki nem tudja a fejlesztést saját forrásból vagy pályázatból megvalósítani, nem tud képesíteni, azoknak sajnos a jövőjük veszélyben van. Magyarul inkább a multik irányába mozdul a gyártás és a forgalmazás? Én azt gondolom, a jövő ketté fog válni. Lesz akkor is azok a pékségek, amik saját boltházattal rendelkeztek. Most Németországban tapasztaltam, volt olyan, akinek 60 saját boltja van. Tehát én azt gondolom, az egyik irányvonal lehet a kis pékségeknek a saját bolthálózat. Saját bolthálózat, kézműves, minőségi termékek. Ugye a másik irány, ami a középüzemeknek hovására fog menni, létrejönnek, illetve fejlődni fognak a nagy vállalkozások, nagy sütőipari vállalkozások, akiknek a multibeszállítói lesznek, és igazából így fog differenciálódni a sütőipari vállalkozásoknak a száma. Lakatos Tibor, köszönjük szépen, hogy befáradt ma hozzánk.
Én is köszönöm szépen.